Szia! Ezt a nagyon finom málnás rebarbara tortát fogjuk ma elkészíteni. A piskótával kezdünk. Ez egy hideg, nehéz felvert, mert hogy vaj és olaj is van benne. Helyel közel kicsit ilyen Victoria piskóta jellegű, de mégsem. Tehát ez a nagyon morzsalékos, nagyon szaftos, nagyon-nagyon finom. Én nagyon szeretem ezeket a harapható piskótákat. Ugye ilyenkor a zsíradékot külön habosítjuk cukorral, tojásokat egyesével, majd liszt és tej keveréke jön, tehát először tej, liszt fele, megint tej és maradék liszt bele, és akkor szépen össze kell dolgozni. A tojásokat mindig egyesével adjuk hozzá, ez nagyon fontos, és mindig fel kell vetetni. Utána ugye előmelegítettük a sütőt, állítható tortagyűrűbe szépen bele engedjük a tésztamasszát, és megsütjük. Ha kihűlt, akkor kivágjuk a keretből, és piskóta szeletelővel három egyforma részre vágjuk. Ugye közben főztünk egy rebarbara lekvárt, a receptje meg lesz majd, ez nem egy atomfizika, úgyhogy ahhoz nem készítettem videót. Ugye az első lap a piskóta, utána mehet rá a rebarbara, jut eszembe a tortagyűrűt acetátfóliával béleltem. Mehet bele ugye a rebarbara lekvár, ezzel megkenjük a piskótát. Ne túl vastagon, mert szétcsúszhat a piskóta, tehát ez a legyen is, de ne is esete. És hogyha ez megvan, akkor készítsük el a málnás rebarbarás mousse-t. Ugye mitől a málnás rebarbarás? Attól, hogy a nagy része málna, és van benne egy pici rebarbara is. A rebarbarának fanyar, savanykás íze a málnához nagyon-nagyon jól passzol. Úgyhogy a málnát fel kell forralni, ugye a rebarbara lekvárral, cukor, ízesítők mennek bele, majd le kell szűrni, mert hogy ekkora mennyiségű málnánál a magokat nem szeretnénk harapdálni, legalábbis én semmiképp sem szeretném, úgyhogy át kell passzíroznunk. És utána mehet bele a többi hozzávaló, szépen elkeverjük, mehet bele a zselatin, és végül a taknyos habbá vert habtejszín. Ugye a habtejszín mindig jéghideg, így nagyon könnyű fölverni, és nem vajat köpülünk belőle, hanem tejszínhabunk lesz. Először alacsony fokozaton, és amikor elkezd felhabosodni, akkor nyugodtan lehet magas fokozatra venni, és elkészíteni. Mindig a tejszínhabnak egyharmadát használjuk ugye lazításhoz, ilyenkor még bátran lehet keverni, mert hogy semmi rosszat nem fogunk tenni vele. Alaposan keverjük el, mert nem szeretnénk tejszínhab rögöket, hegyeket a muszban. És ugye mehet bele a második részlet tejszínhab, ezzel már óvatosabban aláforgató mozdulatokkal dolgozunk. De ugye itt is nagyon-nagyon fontos, hogy minden tejszínhabot eloszlassunk, mert nincs rondább látvány annál, amikor egy ilyen tejszínhabrög ott van valahol, főleg egy vágási felületnél. Jó, úgyhogy erre nagyon figyeljünk oda. Semmi gond, hogy látványosan híg, ugye ez egy musz lesz, úgyhogy azért gyűrűben és azért acetátfólia meg fog kötni, és elképesztő állaga van. Osszuk három egyenlő részre, és akkor folytathatjuk a dolgot. Ugye a rebarbarára megy a musznak a harmada, majd rá a piskóta. A piskótát megint megkenjük ugye a rebarbara lekvárral. Ugye, ahogy mondtam, már nagyon ésszel bánjunk, le fogom írni úgyis a receptben, hogy mennyit és hogyan, de alapvetően túl sok nem kerül bele, mert hogy nem fog burkolatot kapni a torta, semmiért. És ugye ez a lekvár azért ez egy határozott lekvár, tehát szétcsúszhat a francba a torta, hogyha túl sok lekvárt töltünk bele. Ha ezzel megvagyunk, mehet rá megint a második harmad musz, és itt kell magasítanunk acetátfólia lappal. Semmi extrém egyébként, mert hogy minden még puha és nagyon képlékeny. Egyszerűen behajlítjuk a gyűrű méretére, és egy picit lenyomkodjuk a musz mellett,
pont meg fogja tartani, mert hogy ott a gyűrű egyébként, úgyhogy semmi gond nem lesz, gyönyörű, egyszerűen be lehet rakni. Mehet az utolsó piskóta, ezt nyomkodjuk le, óvatosan, mert ugye egy halálosan folyékony töltelékünk van, mehet rá a rebarbora lekvár. Ha túl nagy darab rebarbora marad benne, azt ne tegyük bele, mert nagyon nehéz lesz fölvágni. Tehát próbáljunk ilyen kencésebb cuccot, vagy túlmixoljuk le a rebarbarát. És mehet az utolsó harmad musz rá. Ezt most én sima hűtőben dermesztettem ki, 6-8 órát állt. Utána leszedjük, feldíszítjük friss málnával az egész tetejét, kis porcukorszórás, és kész is van. Jó étvágyat, nagyon finom!